Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A trianoni békediktátum aláírásának 104. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezésünkön. 1920. június 4-én súlyos sebeket kapott a Kárpát-medence magyarsága, amely gazdasági és társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. De ennek ellenére a magyarság több mint egy évszázada emlékezik, őrzi és vállalja büszkén magyarságát, múltját, hagyományait és az elszakított területeken élő magyarokkal való rokonságot. A mai nap ne a fájó múltba révedés alkalma legyen, a mai nap az emlékezés szolgálja, illetve a jelent és a jövőt. Hallgassák meg Szabó Zsejke szavalatát. Móra László, magyar zászló, szeressük a fehér, szeressük a hófehér színt, szeressük a zöldet, szeressük a piros vértől ázott magyar földet, mert a piros, fehér és zöld magyar zászlónk színe, benne fénylik, benne ragyog, dicső múltunk híre, hősök aranyszíve. Szeressétek ezt a zászlót, híven szeressétek, fonjatok rá hőstettekből új koszorút, szépet. Hadd lengje be dicsőséggel Kárpát ősi ormát, és hirdesse, hogy feltámad szép Magyarország, régi Magyarország. Felkérem Mennyhárt Károly polgármester urat, mondja el megemlékező gondolatait. Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig. Ezer év óta már és mindig az marad, mert nem darabokból összetákolt darab. Egy test a mi hazánk, eleven valami. Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Tisztelt emlékezők, kedves vendégek, szeretettel köszöntöm Önöket most már sokadik alkalommal a város egy olyan köztéri alkotásánál, mely a magyarság történelmének legfájdalmasabb időszakához, Trianonhoz oly szorosan köt bennünket. Teszem ezt most Babits Mihály Áldás a magyarra című versének soraival. A mai nap 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja. Mégis fájdalmas érzés, hogy a mellettünk húzódó trianoni határról már három számjeggyel írt évfordulón kell emlékeznünk. Minden évben kettős érzés van mindenkiben, mikor idejövünk. Az egyik részünk a szomorú emlékezésé, ezért a félárbócra eresztett zászló, míg a másik a reményé, hogy Trianon pillérei dőlni látszanak. Ebben lehet még valamilyen visszarendeződés. Azonban hamar kijózanít az éveket jelző három számjegy mindannyiunkat, Trianon 104, mert mégis eltelt ennyi idő, és a tény semmit sem változott. Összejövünk évente emlékezni. A centenáriumon őrlángunk lobbantak fel a korabeli magyar területekkel együtt. Mindenütt. Mégsem hozott fényük ebben az esetben megvilágosodást senkinek. Egyenlőre nincs más lehetőségünk, csak az összetartozás érzésével visszagondolni arra napra. Először is emlékezzünk, mi történt akkor, és ismét gyászoljuk meg feldarabolt hazánkat. 1920. június 4-én délután Párizstól 20 kilométerre nyugatra, a Versailles városában, 14. Lajos által épített hatalmas barokk kastély parkjában lévő Nagy Trianon nevű palota galéria termében egy íróasztalon az első világháború győztes hatalmai aláíratták a független Magyarországgal azt a békeszerződést, amely rögzítette az új ország határait. Emlékezzünk a következményekre számokban. Oda lett országunkból 232.000 négyzetkilométer területrész. Másoké lett a Bácska, a Bánát, Erdély, Muraköz, Baranya, Zala egy része, a Felvidék, Kárpátalja is. Szepes és Árva megyéből még Lengyelország is részesedett. Lakosaink száma pedig 7,6 millióra csökkent. Az ország határain kívülre került több mint 3 millió magyar. Elment az iparunk több mint egyharmada, és a nemzeti jövedelem kétharmada. Másodszor emlékezhetünk arra is, hogy a magyar küldöttség megérkezett Párizsba, ahol megalázó bánásmódban volt részük.
Nagyhatású beszédében a küldöttséget vezető gróf Aponyi Albert felsorakoztatta az ország feldarabolása ellen az érveket. Minden vádat cáfolva és az etnikai megoszlást igazoló vörös térképet is bemutatta. Szavait lesütött szemmel hallgatták, azonban a döntésnél ez mit sem ért. Nem volt súly annak sem, hogy a tárgyaló delegációk tagjaiból többen nem értettek egyet a történtekkel. Most emlékeznünk kell arra is, hogy a delegációt az az ember vezette, aki a magyar történelmi emlékezete és politikai élet ikonikus alakjává vált. A két évtizeden keresztül volt országgyűlési képviselő, két kormányban is kultuszminiszterként tevékenykedett. Hosszú politikai pályája során a dualizmus idején megjárta a kormánypártot és az ellenzéket egyaránt. Kossuth Lajos temetésekor nagyszabású nemzeti gyászzarándoklatot szervezett. Lelkesen vette ki részét a millenniumi ünnepségek bonyolításában is. Elévülhetetlen érdemei voltak a népoktatás fontosságában. Hívő katolikusként a római egyház álláspontját képviselte, de mégis liberális alapokon állva a felekezetek közötti egyenlőség elveit hirdette. Ő volt az, aki szokatlan magasságával, kifogástalan eleganciájával, mind a magánéletben, mind a politikában nagy hatással volt a kortársaira és az utókorra egyaránt. Különböző magyarországi egyetemek és politikai csoportok ötször jelölték őt Nobel-díjra. Kortársai azzal névvel illették a legnagyobb élő magyar. Ilyen formátum ember szavai döbbent csendben fogadtattak a palota falai között. Három nyelven, két órán át, egy országért. Gondolatai bő egy évszázaddal később is szívbe markolóak. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a béke feltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Egy állam lakosságának egyetlen része sem helyezhető át akarata és megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj egy idegen állam fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének a nevében követeljük a népszavazást hazánk azon részére, amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak. És alávetjük magunkat a népszavazásnak eredményének, bármi is legyen az. Miután a palota falairól visszaverődő szavak süket fülekre találtak, Aponyi gróf nem vett részt az aláírási ceremónián. A békeszerződést a Magyar Királyság kormánya nevében Bernárd Ágoston munkügyi és népjóléti miniszter és Drasi Rázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter írt alá. Legalább így, megdöbbenéssel demonstrálva az elszenvedő megvetését, hogy egy súlyos okirat súlytalan emberek által lett ratifikálva. Emlékezzünk végezetül a fenti idézet szellemében legfájóbb lelki következményekre. A sok, amelyet az akkori magyar társadalom átért, mai ésszel és értelemmel, érzelemmel szinte elképzelhetetlen. Nem volt olyan társadalmi csoport, osztály, réteg, mely a trianoni határokba belenyugodott volna. Nem volt olyan politikai párt, mely ne követelte volna a területi revíziót. Látnunk kell a trianon kavarta érzelmi eszmei zűrzavart is, különben semmit sem értünk meg abból, ami utána következett, és ami részben azóta is tart. Megtört a társadalmi gazdaság egység, és ez volt a fő cél. De kulturális téren is pótolhatatlan veszteségeink lettek. Elvesztek az emblematikus épületeink, az épített magyar közvagyon. Azon a helyen, a Napkirály kastélyában, amit a mások javaiból, a gyarmatok értékeiből építettek, lehet, hogy még természetes is volt, az ezer éves magyar királyság hűséggel, bátorsággal, lelkesedéssel és szeretettel őrzött és megtartott területeit osztogatni. Ám saját elvékét is semmibe véve, kisebbségi és jogfosztott sorba küldeni több mint 3 millió magyart, az mindenütt gyalázat, még a nagy trianon palotában is. Vagy ez a bánásmód nem ismerős most is? Helyezzük el az emlékezés virágait most folytatva beesett Babits reménységével. Él a nagy Isten, és semmi sem egy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mi görbék s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen, így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok,
tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, és jön az igazság, közelebb, közelebb. Köszönöm szépen. Az Imberi Banda Szatmári Verbunkot ad elő.